Üdvözlök mindenkit, én Kaktuszőkést, itt a Let's Play sorozatunk 250. része lesz. Most meg fogjuk építeni az első 1.17-es farmunkat, egy ilyen moha farmot, meg a mohán termő dolgokat fogjuk farmolni. Hogy itt mire gondolok? Hát tulajdonképpen mindenre, amit kaphatunk itt, magát a moha blokkot, a muszkárpitot, illetve a kétféle azéliát, meg amúgy fűmagokat is fogunk kapni rengeteget. Itt amúgy kicsit dekorálgattam ezekkel a glowberrikkel, viszont ezeket amúgy majd le fogom szedni, így csak leteszteltem, hogy néznek ki az új blokkok. Viszont mielőtt még elkezdeném az új farmunk építését, szeretném azért bővíteni a szortírozó rendszerünket egy-két új 1.17-es itemmel. Az első az az ametiszt lesz, amivel amúgy pont mázlink van, mert pont 6 féle van, és ugyebár 6 sor van itt. Jó, hát nincs belőle mindegyikből megfelelő mennyisége, igazából ezekből csak pont egy darab van, mert ebből meg csak 7 darab. Szóval ezeket most valami más itemmel kitöltöm, amit átnevezünk egy üllőben, mivel akkor nem tudsz stackelődni más itemekkel. És így át is neveztem valamire ezt a kőgombot, és ezzel fogom most kitölteni azokat a részeket. A következő chestbe sokféle 1.17-es itemet fogok betenni, de igazából a dripstone lesz itt így kirakva. Emellett viszont a tough és calcite blokkokat is ide fogom tenni, remélem azért ezt meg fogom tudni jegyezni, hogy ezeket ide tettem. Amúgy az előző részben nem vettem észre még egy új 1.17-es itemet, ami itt van, az úgynevezett rooted dirt. A rooted dirt nagyon érdekes, mert ha bone millezzük és nincs alatt a blokk, akkor kapunk egy új itemet, ami ez az úgynevezett hanging root, ami amúgy szerintem nagyon királyul néz ki, királyul lehet vele dekorálni. Fogok amúgy ebből is építeni egy farmot később, viszont szerintem nem ebben a részben, ezt is amúgy lehet tömegesen farmolni. Rooted dirtből most egyelőre nem gyűjtök többet, viszont ha megnézitek ezt a földes ládát, pont van neki amúgy alul egy szabad sorra, bár mondjuk nyilván tele van sóderre, de ezt majd a tömeges szortírozomba fogom betenni. A következő ládában különböző moha variációkat szeretném betenni, ha már ebből egyelőre még nem farmoltam eleget, de ebbe a részbe fogunk. Ezt körülbelül így gondoltam, a legtöbb mohához kapcsolódó növényt betettem ide, viszont a következő ládában olyan 1.17-es itemek lesznek, amik növények, szóval ide jön majd be a hanging roots is, illetve az összes glowberry. A glow lichen is ide tartozik, viszont az, ami még hiányzik ebből a ládából, az a drip leaf. A drip leaf az csak wandering trader-től lehet vásárolni, és én nem is tudom, van itt egyáltalán wandering trader nekem valahol, mert nagyon rég nem láttam. Elég nehéz észrevenni ezektől a hatalmas fáktól, meg itt bárhova spawnolhat, azért nem olyan feltűnő. Na mindegy, egyszer majd talán meg lesz, lehet, hogy csak 1.18-ban, amikor ténylegesen bejön a last cave biome, lehet, hogy csak akkor majd meglátjuk. A következő item, amit meg szeretnék szerezni, az a smooth bazalt, amit amúgy nem szedtem ki, pedig az ametiszt geoda körül az volt, én azt hittem, hogy ez már egy régi blokk, de nem, amúgy a smooth bazalt az egy új blokk. Hát ebből mit tudom, én kiégetek párat, most ide pont bele fog férni az oldalába. Na minden igaz, most kisütöttem, és úristen, hogy kaptam 63 meg 25 koppert, ez hiányzott a múltkor, ez nagyon-nagyon érdekes. Van egy kis probléma a sütőrendszeremmel, amire rájöttem, hogy mi az, és ki is fogom javítani, viszont nem most, ez majd később, most ebben a részben foglalkozunk az 1.17-es dolgokkal. Jó, és meg is van a smooth bazalt, egy új blokk. Na viszont most jön a legnehezebb rész, az összes féle deep slate-et meg kell craftolnunk, van egyelőre sima deep slate-ünk, meg cobble deep slate-ünk. Magamhoz veszek mind a kettőből, megnézem, hogy melyikből mennyit lehet, de én úgy tudom, hogy mindegyikből négyféle variáció van, és mindegyikből van kerítés, lépcső, félszlep, szóval rengeteg féle van. Úristen, nézzetek meg, a cobble deep slate-ből mennyi féle dolgot lehet craftolni. Viszont a sima deep slate-ből semmit nem lehet craftolni, ami tök érdekes. Konkrétan az összes féle deep slate, tehát cobble deep slate-ből lehet megcraftolni, ezt nem gondoltam volna. Mindegy, akkor craftolunk néhány chisel deep slate-et, meg elkezdem az összeset megcraftolni, mindegyikben mondjuk 10 darabot. Na ez lenne itt az első láda, ebben van sima deep slate, abból nem lehet semmit craftolni, a cobble deep slate, meg az összes többi cobble variáció. A következő láda az nagyon-nagyon király, ez úgynevezett deep slate bricks, ami szerintem brutálisan jól néz ki. Viszont innen még hiányzik, mert van egy úgynevezett cracked deep slate bricks, amit ugyebár ki kell sütni, és akkor lesz ilyen repedezett, úgyhogy most bedobok néhány deep slate bricks-et a sütőbe. Na, megvan akkor végre az összes deep slate bricks, még a cracked-et is betettem, azt ugyebár kisütöttük, és akkor most kellene a deep slate tiles, én azt hiszem, hogy ebből is van cracked, és amúgy ezeket is már megcraftoltam, szerintem ezt is csak be kell dobni a sütőbe. Igen, megvan a cracked deep slate tiles, és amúgy megcraftoltam az összes féle polish deep slate-et is, amik már az utolsó darabok végre. Na jól van, kijelentetem, hogy már szinte megvan az összes 1.17-es item, még a drip leaf hiányzik, meg ugyebár még hiányoznak a tinted glass-ek, azokból sokféle szín van, meg a színes gyertyák is hiányoznak. Azokat még majd megszerzem, de hogy ennyi itemet betenni egy új frissítéskor, ez rengeteg, tényleg már attól kezdek félni, hogy be fog telni a szortírozó rendszerem, és akkor meg már nem tudom, hogy hol fogom bővíteni. De nézzétek, a kopperemet itt már konkrétan elkezdtek oxidálódni, na ezt vártam az előző részbe, nem kezdtek még el, az azért van, mert nagyon sok idő, mire oxidálódik a kopper, szóval ebben egy farmot kéne építeni. Jó, most így jobban belegondolok, amúgy szerintem a koppert is szortírozni kéne. A kopper szortírozását körülbelül így gondoltam, a sima nyerset, és innen még hiányzik a blokk, de azért, mert a blokknak annyi variációja van, hogy azokat én inkább szeretném külön ládákba betenni majd. Na de jó, van, erre a része zárjuk le ezt a szortírozást, mert nagyon elment.
elment ezzel az idő. Térjünk el ennek a résznek a lényegére, nagyon-nagyon király farmokat fogunk építeni. És ebből az irányba fogunk nagyon király farmokat építeni. Ha megnézitek, itt ide építettem véletlenül ezt a szortírozót, ez teljes mértékben útban van és teljesen felesleges, mert amúgy se terveztem. És ebbe a kanyonba szeretnék valahogy így belelukadni, mert nekem ez nagyon tetszik. Jó, igen, beledolgok egy kicsit ez a restonos rész, de hogy meg lehetne csinálni szerintem nagyon szépre. Úgyhogy itt az ideje, hogy lebontsuk ezt, meg valamilyen ilyen kis barlangot szeretnék majd ide építeni, valamilyen 1.17-es barlangot, hogyha már 1.17-es farmot építünk, akkor 1.17-es stílusban is. Na most bemutatom nektek a bázisunk új részét, ahol a jövőben nagyon sokat fogunk építeni. Kiszedtem minden ezt a szortírozó rendszert, és ilyen barlangot kezdtem el ide építeni. Nem vagyok benne biztos, én szeretnék majd valamennyi dripstone-t használni, majd valahol itt a tetején, vagy nem is tudom, hogy a új 1.17-es blokkokat is használjuk. És egy ilyen hatalmas terem tárul elénk, amit majd nagyon szépen ki fogunk dekorálni, viszont ebben a részben még annyira nem, szóval ez egy nagy projekt lesz, így az alját megcsinálni, egy ilyen teljes folyót szeretnék majd szépen majd kinövényezni. Annyi a probléma, hogy amúgy itt mezőbájomban vagyunk, szóval nem lesz annyira szép a fű. De az amúgy egy olyan blokk, ami minden egyes bajomban ugyanolyan zöld, szóval most már tök jó, hogy 1.17-ben vagyunk. Ennek a folyosónak az lesz a szerepe, hogy különböző kisebb farmokat fogunk ide építeni, amelyek nem olyan nagyok, jól is néznek ki mondjuk, és akkor tök jó innen könnyen el lehet őket majd érni. Ide az első farm, amit meg fogok építeni, az egy azélia, illetve moha szőnyek farm lesz, illetve majd lesz egy sima moha blokk farm is, az azért egy másik gép lesz, viszont ezt elkezdem megépíteni, ez itt ki kell ásnom egy területet. Ezt a farmot, ami meg is kéne valahogy terveznem, olyan 7 blokk széles lesz, hogy nem talán még kicsit több is, igen, amúgy nagyon nehéz. Így el is kéne rejteni, úgy, hogy egy kicsit így látszódjon is jól, így egybefüggjön az eddigi fallal. Viszont egyszerre meg tökéletesen is kell működnie, úgyhogy itt most több mindenre kell majd, hogy figyeljek. Elkezdem megépíteni ennek a farmnak az alapját, aztán elmagyarázom, hogy pontosan hogy fog ez működni. Na itt már meg is építettem a következő farmunk alapját, itt sok sínt láthattok, ezek a sínek lesznek azért felelősek, hogy összeszedjék a kidobott itemeket. Itt látható, hogy a végén vannak ilyen minecart kiürítő állomások, amiknél, hogyha van item a minecartba, akkor megállnak, és utána tovább mennek, amit kiürültek. Itt van középen egy dispenser, ez a dispenser fogja adagolni a bone mealt, mert itt majd lesz e fölött egy sor moha, és ugyebár, hogyha bone mealezik a mohát, akkor azon azéliák, meg ilyen moha szőnyegek is nőnek, és majd lesz e fölött egy sor piston, amit igazából már be is tehetünk. Így konkrétan így a plafonba, de a plafon fölött még azért lesz restónozás. És minden egyes alkalom, amikor kidob ez a dispenser egy darab bone mealt, akkor ezek a pisztonok is beaktiválódnak majd. Na, pontosan itt terveztem a pisztonokat, ez alatt lesz egy 7x7-es moha szűnyeg, és azt fogja tudni ez a dispenser bone mealezni. És itt is láttatok egy sínt. Nos, ez a sín, ez igazából ez redstone vonalként funkcionál, csak a sín az kevésbé lagos. Annyi a lényeg, hogy ezt a sínt beaktiváljuk, akkor ez az observer érzékel és beaktiválja ezt a droppert, ami a dispenserbe továbbítja az itemeket. És itt van egy hopper sor, ami amúgy így a sínek alul adagolja be a bone mealt. És erre a sín sorra fogunk rákötni egy órajelet, ami amúgy ezeket a pisztonokat is folyamatosan aktiválni fogja. Itt lesz amúgy 4 darab láda, minden egyes minecart kiürítő szerkezetre egyet-egyet rá fogunk kötni, és akkor itt lesz a kimenet. Na de mindegy, én akkor tovább építem a farmot. Na most, ha tulajdonképpen készen is van a farmom, jó, még nem néz ki túl jól, de elvileg az egész restonozást megcsináltam, mert is magyarázom nektek, hogy hogy működik. Itt látható egy ilyen observeres órajel, szóval, hogy ezt a fákját kiütjük, akkor lehúzódik ez az observer, és tulajdonképpen egymást folyamatosan beaktiválják, és ezzel be lesznek aktiválva a sínek. Az alsó sín ez azt a dispenzert aktiválja be, ami majd a bone mealeket folyamatosan adagolja, viszont ez a sín ez ide felérkezik, és ebbe aktiválja az összes pisztont, ami itt felül létezik. Ez úgy történik, hogy ezek a sínek beaktiválódnak, és ezeket az observerek érzékelik, jelt adnak az alatta levő blokknak, ami amúgy érdekes módon ezt a két pisztont is beaktiválja mellettük, így az összes piszton be lesz aktiválva folyamatosan. És egy dolog hiányzik már csak a farmból, hogy betöltsen bone meal lesz, szóval most le fogjuk ezt tesztelni, hozok bone mealt. Jó, betöltöttem, és ugye most ezt kiütöm, akkor elméletileg nekünk itt most rengeteg azéliát kéne, hogy kapjunk, meg ugyebár rengeteg moszkárpitot, és igen, ez a farm ez tulajdonképpen működik is. Itt tényleg végtelen mennyiségű azéliát és moszkárpitot kapunk majd, ja meg hát nyilván egy-két magot is, viszont az teljesen lényegtelen, ez sokkal többet fog termelni, mint a
amennyit valaha fel fogunk használni, de legalább van egy ilyen erős farmunk is. Viszont amit ez a farm termel, azt egyelőre még nem tudjuk összeszedni, mivel még nincsenek bent a minecartok, meg a minecartoknak nincs megadva egy láda, ahova kimenjenek, illetve szebbé is kéne tenni ezt a farmot, mert ugyan működik, viszont eléggé rosszul néz ki egyelőre, úgyhogy most ezen fogok dolgozni. Na most itt tartok jelenleg ezzel a farmon, már a chestek megvannak, be is van hopperezve, viszont nincs mivel beindítanom a farmot legalábbis innen kívülről, szóval kellene 2 darab kar. Az egyik kar azért lesz felelős, hogy ezeket az elektromos síneket kikapcsolja, mivel a minecartok folyamatos mozgolódása elég sok lagot okoz, és ha éppen nem használjuk őket, akkor érdemes lesz kikapcsolni. A másik pedig nyilván a farmot indítja be, majd ennek a redstone fákjának a helyére kell egy repeatert betenni, és akkor azzal indul majd be a farm. Meg kellene egy bemenet a bone mill-nek is. One eternity later. Na, úgy néz ki, hogy ezt a farmot teljes mértékben befejeztem, és nagyon-nagyon jól működik, azt tapasztaltam. Ezzel a karral tudjuk bekapcsolni magukat a minecartokat, és ezzel tudjuk magát a farmot elindítani, és akkor már is elkezdi termelni nekünk a rengeteg új 1.17-es blokkot. Egy dolog viszont innen még hiányzik, ami pedig maga a moha blokk, és arra majd építünk egy külön farmot, hiszen nézzétek, most egyelőre tökéletesen működik minden. Annyi a probléma, hogy a minecartok nem tudják elég gyorsan felszedni ezeket a blokkokat, mint amilyen gyorsan termelődnek, úgyhogy a minecartokat egy kis farmolás után mindig be kell kapcsolni. Különben nagyon-nagyon rövid ideig hagytam, és már is ilyen stacknyi moszkárpitok gyűjtek össze, úgyhogy ezt tényleg hagyom, mint tudom én, egy 20 percig futni, akkor ez ilyen végtelen mennyiségű termel, meg is telíti ezeket a ládákat valószínűleg. Na de én azt mondom, hogy ezt hagyom egy kicsit futni, viszont közben elkezdem a következő farmunkat. A következő farmunk, mint ahogy az előbb mondtam, az maga a moha blokk lesz. Szóval ebben a részben az a célom, hogy az összes olyan blokkot, amit magának a mohának a terjedéséből ered, azokat farmoljuk. Ugye megnézitek, maga az azéliák megvannak, a moszkárpit megvan, egy csomó fűmagot is tudunk szerezni, abár az haszontalan, viszont maga a moha blokk az még hiányzik. Bezzek, hogyha az egész Lush Caves biome tartalmát farmolni akar, akkor még a Glowberry-kre, illetve még a Dripleaf-re is szükség lenne, viszont ott még egyelőre nem tartunk. De amúgy, ha megnéztek, ezeket a Glowberry-ket ide betettem, és tök jól néznek ki, meg tök jó, hogy megvilágítják magukat a farmokat, és ugyanúgy át tudok rajta esni az itemek, szóval tökéletesen működik a farm, még úgyis, hogy azok ott vannak. Na de kezdjük el a következő farmunkat megépíteni, én körülbelül ide terveztem, ez egy picit bonyolultabb lesz, mint ez, de azért az is elég egyszerű lesz. Na ezt nézzétek, tulajdonképpen be is fejeztem az új farmunkat, jó, még nem teljesen, de már működőképes, szóval el tudom nektek magyarázni, hogy ez pontosan hogyan működik. Itt alul láthatok egy órajelet, ez az órajel, ezt most be is kapcsolom azért, hogy azért szemléltessem a dolgokat, folyamatosan beaktiválja ezt és ezt a 2 pisztonsort. Azért kell 2 darab pisztonsor, mivel ezekben a lépcsőkben találhatóak a vízforrásaink, és a láva felülről folyik rá, ami azt jelenti, hogy egyel lentebb van a kősorunk, amit fel kell tolni, egyel és utána kell előre tolni. Ez a redstone sor közben folyamatosan beaktiválja ezt a pisztolyt, csak egy nagyon rövid időre, miatt ott hagyja néha az observert, néha pedig visszahúzza, ami ezt az observert hagyja ott, aztán néha visszahúzza, ami meg azt az observert hagyja ott és húzza vissza néha. Szóval ez egy ilyen számoló rendszer lesz, ami azt jelenti, hogy a jel ebből az irányban nagyon ritkán jut tovább. Az egyik továbbjutási pont az az dispenser, ami folyamatosan beaktiválja ezt a mohát, ami pedig az alatta levő köveket átmohásítja. A másik irányban viszont van egy piszton, ami ezt a redstone blokkot tologatja ide-oda, ami ezért a redstone vonalért felelős, és ez a redstone vonal ez beaktiválja ezeket a trapdoor, és amikor be vannak aktiválva, akkor kiengedik a vizet, és ide sodorja az összes kijövő itemet. És mivel folyamatosan tologatjuk újra a köveket, és ugye megtolunk egy moha blokkot, akkor az kiütődik automatikusan, és mindig felfele jön. És így kapunk egy moha blokk farmot, ami nem csak moha blokkot termel, viszont nagy részt moha blokkot, szóval egy-két azéliát, meg néha moszkárpitot is kapunk, viszont nagy részt moha blokkokat termel, és tulajdonképpen készen is van a farm, kéne kívülre még azért tenni egy kapcsolót, hogy kívülre tudjuk kibekapcsolni, illetve szükséges lenne még ide egy item összegyűjtő rendszer, meg egy bone mill beadagoló. Szóval ide mondjuk lerakatnék mondjuk 6 darab ládát, abba jöhetnének a moha blokkok, illetve mondjuk ide egy ládát, amit belevezetetnénk ebbe a dispenserbe. Én azt hittem, hogy bonyolultabb lesz ez a farm, az a nehézség, hogy ezeket a pisztonokat 3-szor helyeztem el rossz helyre. 3-szor kellett ezt a hátsó részt újraépítenem, ami tökre kellemetlen volt, de akkor is megcsináltam, és még így is tök egyszerű volt. Szóval azt mondom, hogy most fejezzük be ezeket a részeket.
És az ennek jelentetem, hogy a második farmom is teljes mértékben elkészült. Egy kevés AFK után ennyi mohát termet, szóval rengeteg, nagyon-nagyon erős mind a két farm. Tulajdonképpen csak egy pici ideig vagyok hajlandó ezeket működtetni, mert annyi laggot okoz a rengeteg item, hogy leállítom őket inkább egy idő után. Illetve ide beépítettem egy kart, amivel ezt a farmot is le lehet állítani, meg amúgy ide jön az összes termés, és itt van egy láda, amivel a bone mealt kell majd beadagolni. Most már szerintem kijelentettem, hogy ennek a ládának az első négy sorát már végtelen mennyiségbe tudjuk farmolni. Vannak itt még további dolgok, amikre majd farmokat kell építenem, azokat is megcsináljuk majd, de csak későbbi részben. A rész elején még nem voltam benne 100%-ig biztos, hogy milyen dizájnt csináljak ebbe a barlangba, viszont most már szerintem úgy aránylag megvan, még lehet változtatok rajta, szóval egy ilyen cobblestone-os lépcsős megoldást szeretnék majd a falaknak, meg a köves részeknek. Lesznek füves részek, ahova ezt a három blokkot szeretném, majd meg mondjuk még moszkárpitot, és lesznek olyan kihaltabb részek, ahova ilyen barna blokkokat fogok keverni. Emellett sián lehetne, hogy azéliákat is leütetni ide, ide pedig mondjuk ilyen dead bushokat. Megnézzetek itt ennek a farmnak a tetejét, amúgy lehet, hogy észre se vettétek, de ott is alkalmaztam már ezt a köves dizájnt, azért mert szeretnék most valami újat is, mindenhol ezt a négy köves dizájnt alkalmazom, most szeretnék valami mást. Gondolkodtam azon is, hogy a plafonról lelógathatnánk dripstone-okat, ebben nem vagyok még teljesen biztos, mert eléggé eltérne a jelenlegi dizájnunktól, meg nincs is sok dripstone-om, mert még nem építettem belőle farmot, de azért még majd meglátom. Na de mindegy, én a mondó vagyok, hogy kezdjük el az építkezést. Na közben megnéztem, és a YouTube statisztikái szerint a Let's Play nézőimnek több mint a fele nincsen feliratkozva. Ha te is egy ilyen ember vagy, akkor szerintem mindenképp iratkozz fel, mivel semmit nem veszítesz vele, teljesen ingyenes, és később, hogyha megunod a tartalmamat, akkor bármikor leiratkozhatsz. Amúgy az építésünk eredménye igazából szerintem egész jó lett, még nem vagyok benne 100%-ig biztos, de úgy gondoltam, hogy ezt a dizájnt, amit ide felülre építettem, ezt kéne egy egészen végig megcsinálni, és a falakon is, illetve ahol éppen farmol oda egy kicsit civilizáltabb dizájnt szeretnék építeni. Ezek az új gyertyablokkok viszont szerintem brutálisan jól néznek ki, ahogy csak egy picit látjuk a fényünket, és így jövünk el, szerintem nagyon király hangulatot adnak, nagyon tetszenek ezek a gyertyák. Illetve magát a kanyont azt még el se kezdtem, viszont oda is vannak terveim, de az már csak a jövő zenéje. Erre a részre ennyit szerettem volna, építettünk kettő darab nagyon hasznos farmot, négy új itemet most már végtelen mennyiségbe fogunk tudni farmolni. Én kaktuszfotalmarosan találkozom a következő Let's Play részben, még rengetegféle új 1.17-es farmot kell megépíteni, úgyhogy most nagyon rá kell kapcsolnom. Na de sziasztok!